Két éves szünet után balettpremiérrel várja a közönséget a kolozsvári Magyar Opera balett, zene és énekkara. Elsőként a Rachmaninov és Prokofjev műveire írt a Test ébredése című előadásnak lesz a bemutatója, majd Bartók Béla a Csodálatos Mandarin című balettzenéje kíséretében 10 éve nem játszott darabot visznek színpadra. Zajlanak a táncpróbák, kettős balett előadás bemutatójára készül a társulat a kolozsvári Magyar Operában. Az előadás első részében a klasszikus zene egy kortárs előadás ihletője, másodikként Bartók Béla egy felvonásos pantomimnak nevezett balettzenéjére épülő a Csodálatos Mandarin című előadást viszik színpadra. Nagyon sokat építettem a társulatra, tehát egyénekre, mindenkiben megkerestem azt az archetípust, ami ide illik. Nagyon szépen alakult az előadás, mert hogy először volt a zene. Tehát nem a koncepció, hanem egyszerűen csak rábukkantam a Rachmaninov zenére. A klasszikus zenére Rachmaninov és Prokofjev művekre egy modern víziót épített a rendező koreográfus. Elmondása szerint evolúciós, generációs történet, de egyben a 21. század kritikája is. Bartók balettzenéje utasításokat is tartalmaz, ezért itt bizonyos részek koreográfiája adott. A mandarin zenéje az talán nagyon kemény zene, és azt mondhatnám, hogy ha csak a zenét hallanánk, akkor lehet, hogy kivéve a vájtfülűeket, lehet, hogy furának tűnhet ez a zene, de tánccal együtt abszolút érthető és abszolút nyilvánvaló, hogy mi miért van. Ha csak a nyitóképet említeném, ami arról szól, hogy egy nagyvárosi zajnak a megjelenítése, ahol az autók tülkölnek, ahol zaj van, tehát ebből a hangulatból indul a Csodálatos Mandarin. A Test ébredése című előadás bemutatóját, illetve a felújított, a Csodálatos Mandarin című előadást április 27-én láthatja a közönség a kolozsvári Magyar Operában.